A Kovács kapunál Kovács Mihály huszárezredes egykori szülőházának helyénél Pánti Ildikó, a 8-as számú választókerület képviselője mondott beszédet. Egyszer mindent elér az ember, azt is, ami most messze cél. Csak küzdj és áldozz, ne csüggedj el, győzelmed lesz a hősi babér. Bertolt Brecht idézetével köszöntöm az ünnepi rendezvény valamennyi kedvesi részvevőjét. Az idézet kifejezően példázza az ünnepelt hős Kovács Mihály életútját, akiről a mai napon emlékezünk. Élete és hősi halála bizonyítja, hogy méltó rá az utókor emlékezete. Ünnepel a város, egy oktatási intézmény és egy helyi közösség. Választókerületünkben szép hagyomány, hogy itt az emlékparkban, azon a helyen, ahol egykoron a legendás kapitány szülőháza állott, emlékezünk. Köszöntjük vendégeinket, köszöntjük választókerületünk kedves lakóit. Külön öröm számunkra, hogy itt köszönhetjük a Kovács Mihály Oktatási Intézmény vezetését, nevelőközösségét, és ha jó idő lenne, bizonyára a kis diákjait is, de ők majd bent az intézményben köszöntik az ünnepséget. Büszke a város, az itt lakó emberek, a Huszárbandérium tagjaira, akik minden évben itt vannak, jelen vannak ünnepségünkön. És természetesen a Huszár Nagykun honvédbandára, akik ünnepségünk alkotó részesei minden évben. A Kovács kapu, az emlékparkkal városunk nagyra becsült értékét képviseli. Kossuth díjas szobrászművészünk Györfi Sándor alkotása. Valahányszor megállunk itt, Fabrici Kovács Mihály emlékhelye előtt, a hófehér falrészlet a nyitott kapuval átemel bennünket a legendás huszár ezredes gyermekkorába. Képzeletünk kiegészíti a hófehérre meszelt falat, amely körül öleli az egykor itt álló nemesi portát, felépíti a házat az emlékpark szőnyegén, és látjuk, ahogy közöttünk jár kell a karcagi kisgyerek, aki felnőttként az amerikai lovasság alapító atya lesz. Fabrici Kovács Mihály a mai napig a magyar katonát jelenti az amerikai Egyesült Államokban. Fontos, hogy a legnagyobb tisztelettel éltessük emlékét, őrizzük a rendkívüli katona helytállását, harci szellemét. Ezt a hagyományt ápolni kell, mert ha nem tesszük, elvész vele a múltunk is. A hagyomány ápolása pedig erőt ad mindannyiunknak a jövő feladatainak megformálásában. Ma Fabrici Kovács Mihályra emlékezünk, arra a hősre, aki életét a legszentebb ügy, a szabadság szolgálatába állította. Felajánlotta kardját az Angliától elszakadni kívánó amerikai telepeseknek 1777-ben. S mint írja, semmit sem kívánok oly hevesen, mint hamar útra kelni, hogy ott, ahol a legnagyobb katonai szükség megköveteli, szakadatlan éjek és halljak. A hősi halál 1779. május 11-én érte utol a Dél-Karolina állambeli Charleston városánál. Városunkban egy oktatási intézmény, egy baráti társaság egyesület őrzi emlékét, s őrzi egy város a választókerületével együtt. Köszönetem fejezem ki. A Kovács Mihály tagintézmény igazgatónőjének, tagintézmény vezetőjének, a nevelőközösségnek, a Huszárbandérium tagjainak,
a Nagykun Honvéd banda tagjainak és a Kovács Mihály baráti társaságnak és a koszorúzáson résztvevő valamennyi kedves jelenlévőnek, a média képviselőnek, külön Huba Imre elnök úrnak, aki megtisztelte elfoglaltsága mellett is, fontosnak érezte, hogy jelen legyen a helyi közösség ünnepségén. Köszönöm a Városgondnokság és az Erőforrás munkatársainak, akik minden évben, nem csak most, egész éven át a parkot rendbe tartják, és ez a közösség, egy választókerület pedig nagyon örül neki, hogy rendben van, és valahányszor itt megy el, mindig örömmel és kegyelettel emlékezik a hősre. Majd koszorút helyezett el a Karcagvárosi Önkormányzat nevében Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke, Pánti Ildikó képviselő. A Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület nevében dr. Pintér Zoltán Árpád és Plusz Csilla Margit a Karcagi Tankerületi Központ képviseletében, Kisné Sós Ágnes a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevében az iskola vezetősége, Plusz Csilla Margit, Török Csilla és Karas Elvira a Kovácsos Gyermekekért Egyesület képviseletében, Lukács Csaba Zoltánné a Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület nevében, Rab János nyugalmazott őrnagy.